A Magyar Kultúra Napja alkalmából több rendezvényt is szerveztek a héten Nyíregyházán. Többek között a Jós András Múzeumban nyílt kamara kiállítás Szavuk lelkünk ígér címmel. A tárlatban korabeli kéziratokat láthatnak az érdeklődők, például egy olyan eddig sehol sem látott levelet, amely nemrég került az intézmény gyűjteményébe. Egy 1790-ből származó eredeti Kazinczy Ferenc levél, amelyet az ungvári elöljáróságnak írt az ügyben, hogy támogassák egy zsidó felekezetű iskola létrehozását. Mint tudjuk, 1786-ban Kazinczy Ferencet a kassai tankerület munkatársává, úgy mondanánk most, hogy tankerületi felügyelővé nevez, inspektorrá nevezték ki, és nagyon nagy terület tartozott hozzá, a Jászságtól kezdve Egerig, aztán Ungvár, Lőcse, tehát hatalmas nagy tankerületet bíztak a gondjaira, és ő maga írja a visszaemlékezéseiben, hogy ő ezt nem pénzért, hanem a hazajavára cselekedte ezt a munkát, amit elvégzett. A különleges és hiteles kéziratok mellett egy határon átnyúló múzeum történeti kamara kiállítás is nyílt az emeleten. Ebben a kiállításban a múzeumok kialakulásától kezdtük a folyamatot bemutatni, egészen visszamenve a Krisztus előtti 2000-es évekig, amikor az első olyan megmozdulások történtek meg, az első olyan folyamatok indultak be, amelyek ugye ma már jellemzik a múzeumokat, és ma már alapfeladatunk. Innen elindulva egészen napjainkig vittük ezt a folyamatot. A kamara kiállítások mellett februárban a Mesekert Bábszínház anyaga is a Jós András Múzeumban lesz látható átmenetileg, majd a Sóstói Múzeumfaluban kap végleges helyet. De más izgalmas kiállítás is várja majd a látogatókat. Február közepére, február végére tervezünk egy gyönyörű szép kiállítást. Magyarország egyik legnagyobb hímes tojás gyűjteményét akarjuk itt Nyíregyházán kiállítani a Jós András Múzeumban. Putnokról hozzuk ezt az anyagot. Több száz hímes tojásról van szó, egyik szebb, mint a másik, és múzeumpedagógiai foglalkozást is tervezünk hozzá, és megtanítjuk a diákokat írókázni, mégpedig ezeket a tojásokat festeni, ugye? Később pedig egy város történeti kiállítás is nyílik, amelyben 21. századi megoldásokkal mutatják be Nyíregyházát. Hiszen a múzeum feladata nem csak az érték megőrzés, hanem az értékteremtés és közvetítés is.